Szombaton tartották a második Pogačić Miloš emléktornát. Ezt azonban nem egy futballklub vagy egy szervezet vállalta magára, hanem egy hatfős baráti társaság. Miloš kedvenc sportja a foci volt, játszott a Páter Dombi SC-ben és a Polis Olában. Emlékére 12 foci csapat vett részt a tornán. Pogačić Miloš szeretett focizni, a barátaival lenni. Váratlanul egy autóbalesetben halt meg. Barátai ismerősei azzal emlékeznek rá, amivel a legtöbb időt töltötték együtt, a futballal. Egy állandóan mosolygó fiú volt, akinek a kedvenc elfoglaltsága a futball volt, és nagyon jó barát volt emellett. Nagyon szeretett dolgozni, mindig is dolgozni járt. A torna kezdőrugása idén is Miloš édesapjáé. És a néma csend. A foci rajongó fiú csak 19 éves volt. Szeretném megköszönni ezt a hatalmas, nagy, úgy mondom, élményt idézőjelben, amit itt ezek a rengeteg fiatal megtiszteli a fiamnak a emlékét. Összesen 12 csapat nevezett az emléktornára. Legtöbben a városból és környékéről érkeztek, de utaztak ide Nagykanizsáról és Pécsről is. A nevezési díjakat a szervezők egy alapítvány létrehozására fordítják. Létre szeretnénk hozni a Pogačić Miloš nevével fémjelzett és védjelzett alapítványt, ami a hasonló korú, illetve fiatal embereknek, fiatal hölgyeknek a vagy halálos kimenetelő, vagy pedig ilyen közúti balesetet szenvedett hozzátartozóikat megpróbálnánk segíteni ezzel az alapítvánnyal. A Pogačić Miloš emléktornát és az alapítvány elindítását a város önkormányzata is támogatja. Én úgy gondoltam, hogy mindenképpen a tőlünk terhető erkölcsi és anyagi segítséget meg kell adnunk. Felhívtam Szűcs Gergely igazgató urat, hiszen a Kölcsei Ferenc Gimnázium biztosítja a termet ehhez a jó kezdeményezéshez, és abban maradtunk, hogy ők egy viszonylag alacsony bérleti díjat határoznak meg, én pedig az alpolgármesteri keretből ezt teljes mértékben át is vállaltam. 27-es, ez volt Miloš messzáma, most egyik legjobb barátja viseli. A szervezők azt remélik, emlékére évről évre egyre több 27-es játszik majd.